Üdvözlök mindenkit, Lakatos Péter vagyok, és Baracsi Gabi a vendégem. Ugye mögötted látható a díszmájt, tehát innentől kezdve már tudjuk is, hogy miről lesz szó. És ugye a Baracsi módszer is hozzád kapcsolódik, vagy rendszer, és alapvetően, ha jól emlékszem, akkor logopédus végzettségű vagy. Igen, hát hivatalosan úgy hívják a végzettséget, hogy oligofrénpedagógia, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár. Ilyen nagyon komoly neve van. Tehát ez kiterjed nem csak az épek, hanem a sérültek kezelésére is. Mi nagyon régóta ismerjük egymást alapvetően, teljesen máshonnan, de a lényeg, hogy nagyon sok helyen szakmailag is találkoztunk, tehát nem csak barátilag. És a szakmai találkozásunk az jellemzően légzéssel függött össze, a légzéshez kapcsolódó minden egyéb témakörrel, tehát ez lehetett a nyelvpozíciója, lehetett az alvás. Arra gondoltam, hogy ezeket boncolgatnánk általában, illetve van egy érdekes teória, amit ugye szintén te szoktál kifejteni az előadásaidon, ezek pedig ugye a membránokkal kapcsolatos követelmények, ami egyébként az edzőknek is baromi érdekes lehet, azt gondolom, meg a sportolóknak is. Hol kezdjük? Kezdjük el onnan, hogy kikkel foglalkozol leginkább? Általában a logopédusról mindenki azt gondolja, hogy gyerekekkel prüntjök. A mi esetünkben ez egy kicsit szélesebb olló, tehát az alapkorosztálya 8-11 éves, a kisiskolás. Hát óvodásokkal is dolgozunk. Nagyon piciknek inkább csak tanácsadás szinten, és nagyjából a fele a páciens körnek felnőtt, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi időben viszonylag sok szépkorú is megjelenik nálunk, ők inkább ilyen hangképzési problémákból kifolyólag, de mondjuk úgy, hogy fele gyerek, fele felnőtt, akikkel dolgozom. Mi az a tipikus probléma, amivel megkeresnek? Az elején a fogszabályozás és az ezzel járó problémák, ugyanis hát alapvetően a logopédus és a fogszabályozó az úgynevezett nyelvlökéses nyelés nevű tünetegyüttes kapcsán szokott... Akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert ugye ez az a tünetegyüttes, amit nagyon sok szülő, hát a szülő többsége nyilván nem ismer, de a szakemberek többsége sem ismeri. Mit okoz ez? És hogyan ismerhető fel otthon házilag? Lehet egyébként, hogy egy picikét bővebb körben kell gondolkodni, amikor nyelvlökéses nyelésről beszélünk. Ugye azt kell tudni, hogy az emberi test úgy van kitalálva, zseniálisan, hogy mindennek megvan a dolga. Mondjuk úgy, hogy a bemeneti nyílásnál, a fejeden lévő lukakon, keresztül van az elsődleges kapu, ami az immunrendszered védelméért felelős. Ennek az egyik legfontosabb része az a szájban található. Ugye a nyelés kapcsán feltételezhetően egy kis mucin, egy kis nyál is dolgozik, de igazából akkor szokott a nyelést rendellenessége látványos lenni, amikor eszik vagy iszik valaki. Ez ugyanis egy intenzív izommozgással kéne, hogy együtt járjon. És a nyelvlökés és nyelésnél például az egyik legszembetűnőbb tünet, az talán az, amikor valaki eszik, nagyjából nyitott szájjal rág, és ilyen mindenféléket csinál közben az arcával, miközben nyel. Van, akinél még a nyelve is így kibukik, miközben ezt a tevékenységet folytatja. Tehát legegyszerűbb teszt, én azt szoktam mondani, fogj egy pohár vizet, ugye mutatok is. Szóval, hogy fogj egy pohár vizet, egy kis kortyot kortyolj, és hogyha nincs semmi plusz mozgás a szád körül, akkor feltételezhetően jó a nyelésed. Itt egy kicsit azért még lehet csalni. A kettes számú teszt, ami aztán tényleg célra vezető szokott lenni, hogy miközben mosolyogsz, aközben próbál nyelni. És általában ilyenkor érdemes figyelni, hogy mit csinál a nyelved, hogy hol van. Legtöbbször nyelvlökéses nyelésnél, vagy inkább így kibővíteném, hogy a nyelv funkciójának a nem megfelelő működésénél fogsz látni olyasmit, hogy kibukik,
neki préselődik a fogaknak. Egyébként meg nagyon sok esetben mosolyogva nem is fog sikerülni, hiszen a nyelv nem azt végzi, ami az ő dolga. Na most ez miért baj? Egyrészt azért baj, mert ez a védelmi rendszer, amit egyébként Waldeyer gyűrűnek is hívnak, a mandulák alkotják ezt a rendszert, és mondjuk úgy, hogy ez a bemeneti nyílás az, ami az első, amivel találkozik a szervezeted a kívülről érkező ingerek kapcsán. Ha nem megfelelő a nyelés, tehát döntöd a folyadékot be, akkor a nyál nem tud keveredni vele rendesen, és nem tudják a mandulák feldolgozni az ingert. Nem tudják analizálni, hogy most mi az, ami bekerül. És akkor jön a következő kedvencem, a rágás, ami viszont az aprításról, tehát fizikailag az aprításról szól, illetve hát nyilván ott közben elegyednek ezek a táplálkozás kapcsán bevitt anyagok, és a nyál előkészíti az emésztést. Szoktam mondani, hogy úgy tudod lecsekkolni, hogy tényleg jól rágsz-e, hogy amikor a nagy dolgodat elvégzed, és nincs igazából mit tenni tovább, magyarul a papíron nincs mindenféle kencefice, akkor valószínűleg jól rágsz. Tehát az emésztésnek az első lépcsőfoka az, hogy megfelelő legyen a rágás. A tévhittel ellentétben egyébként mondjuk a tésztát is meg lehet rágni rendesen. Tehát itt az lenne a lényeg, hogy ez az aprítási folyamat, az minél pépesebbé, minél jobban előkészítetté tegye ezt az egész rendszert. Izom szempontból azért fontos, mert ez az egyik legjobb kondi a nyelvnek. Önmagában az, hogy a modern táplálkozás elindult egy ilyen eleve pépesített irányba, vagy annyira könnyű, hogy egy pillanat alatt pépessé válik, tehát nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy rágjunk, akkor ez már önmagában is egy komoly probléma rövid és hosszú távon? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát csak gondolj arra, hogy például régen, amikor nem voltak még ilyen jó tartósító eljárások, mondjuk szárították a húst, vagy bármi, hát azért az milyen meló volt, hogy az olyan állapotba kerüljön, hogy meg tud enni. Tehát ezek aki már ebet mondjuk ilyen beef jerky, ugye ez a marha jerky, talán néhány ismerik, azért azt tudja, hogy azért dolgozni kell. És ez egy szárított marha hús, és el lehet benne rendesen fáradni. Te egyébként szoktál olyat javasolni a pácienseidnek, hogy valami kemény, tehát hogy ellenállóbbat rágjanak? Tehát ugye ilyet szoktak például javasolni, vannak ilyen nagyon ellenálló rágógumik, masztikból meg egyekből készülnek. Nem szoktál ilyet? A rágógumit abszolút nem szoktam javasolni, mert a rágógumi az egyrészt egy becsapás a szervezetnek, másrészt, mint hogy ott nem történik aprítás, hiába nem is tud vele rendesen keveredni a nyál, tehát egy téves infó megy be a szervezetbe. Tehát becsapod az immunrendszered. Ez az egyik. Egyébként nálunk például a tréning során van egy úgynevezett réparágó verseny, ami azt a cél szolgálja, hogy hát egyrészt buli, tehát vicces, másrészt meg beindítja a rágás mechanizmusát, és aktiválja a nyelvet. Tehát a játék arról szól, hogy mindenki egy egyenlő méretű kis darab répaszelettel indít, és az nyer, aki tovább tudja rágni. Tárcájjal. Világos, világos. Na most... Egyébként most még csak annyit ugye itt az edzés meg egyéb kapcsán, hogy a nyelvedet, azt ugyanúgy gyúrni kell, mint ezt akartam pont kérdezni, köszönöm. Igen, tehát azért, tehát egyrészt a nyelv az izom egyensúly szempontjából egy eléggé fókuszba kerülő pozíciót tölt be, tehát a nyelv nyugalmi állapotban fönn kell, hogy támaszkodjon a szájpadláson, dolgozik közben, ez biztosítja a megfelelő légzést, és egyébként a testtartáshoz is igen komoly köze van. Mert mindjárt fogok mutatni, ilyen testtartás elemző fotókkal dolgozunk, hogy amikor a nyelv működési zavara valamilyen szinten megjelenik, akkor az mindig a testtartásban is megnyilvánul, mert ez az izom egyensúly, ez felborul. Tehát akkor ez, ha jól értem, az azt is jelenti, hogy nem lehet csak izoláltan a nyelvvel foglalkozni, mert ha valaki mondjuk tartás problémás, akkor ez a tartás probléma újra visszahozza majd a nyelv diszfunkcióját. Jól sejtem? Igen. Tehát komplexen kell kezelni magát a pácienst, és amikor megjelenik nálad, akkor nyilván az első a szemrevételezés, rögtön látod, hogy
tartáshibás alapvetően. Igen. És ha tartáshibás, akkor valószínűleg nem lehet jó helyen, hát akkor a nyelve sem, ugye? Ez nagyon nagy valószínűséggel így szokott lenni. Hát legalábbis ugye hozzám nyilván olyanok kerülnek, akiknek valamiféle problémája van. Mindjárt megpróbálom megosztani a képernyőn azt a testtartás elemzést, amiről beszélek. Engedélyt kérek a kép megosztásra. Azt gondolom, hogy most megkaptad az engedélyt. Oké. Okay. Aha, yeah! No, szóval, hogy most csak ezt a képet nézzük. Egyébként nyilván itt a következő dián már a beszédhangról esik szó, de ezek mind-mind összefüggnek. Tehát ugye, mint hogy a test az egy rendszer, ezért alapvetően nem szabad külön-külön egységekben nézni, hanem először egy alaprendezést érdemes csinálni, és utána lehet szegmensenként célirányosan fókuszálni dolgokra. Tehát itt látható ez a bizonyos testtartás elemzés. Itt a páciensnél, hogy a zöld vonalak jelzik nekünk az optimális testsúly középvonalat, és a pirosok pedig a pillanatnyi állapotát, és segítségképp itt van egy ideálisnak mondott testtartás. A kontrollpontok segítenek nekünk, hogy be tudjuk állítani, hogy most mi a helyzet, és hogyha azt nézzük, én csak egy elemet emeltem ki, hogy a paraméterek alapján közelítőleg 5,6 kg egy felnőtt embernek a feje, nyilván ez magasságtól is függ. Ebben az esetben, amikor ez a klasszikus előre bukó fej megjelenik, akkor a teste úgy érzékeli ebben a pillanatban, hogy ez 54 kiló. Most ilyenkor érdemes azt végig gondolni, hogy milyen extra energiát igényel ilyenkor a szervezet részéről a létfenntartás, tehát az, hogy egyáltalán életben legyél. És akkor nem beszéltem arról, hogy olyan extrák, mint a látás, a pszichés státusz, az egyéb érzékelésekre mennyivel kevesebb energia jut. Tehát például, amikor ugye azt mondjuk, hogy figyelemzavaros valaki, ez nem feltétlenül kell, hogy gyerek legyen, hiszen felnőtt korban is szoktunk ilyennel találkozni, hogy nem jó a látása, akkor érdemes megnézni, hogy vajon jut-e energia arra, hogy például ezekre az extra funkciókra úgy tudja csoportosítani a szervezete az energiákat, hogy az megfelelőképpen tudjon funkcionálni. Mennyire valószínű, hogy ilyenkor a páciens, miután a testtartása megváltozik, tehát nyilván magasabbra kerül a váll, előre bukik a fej, tehát ezzel modellez egyfajta harcolj vagy menekülj pozíciót, tehát hogy inkább szimpatikus dominancia lép fel, tehát akár ezt még hormonálisan is látnánk mondjuk magasabb kortizol szintből. Abszolút. Tehát ugye most, hogy említetted ezt a megragadási reflexet, tehát általában ezeknél a nyelv funkciózavaros pácienseknél, akiknél egyébként valamilyen más egyéb elváltozás is meg szokott jelenni, szinte minden alkalommal diagnosztizálható a szájlégzés jelensége is. Ugye a szájlégzést részben a megriadási reflexre vezetik vissza. Ugye itt összegyűjtöttem, hogy alapvetően ez egy egyetfejlődés során leépülendő reflex, de felnőtt korban megriadási reflexnek nevezük, tehát ezért szokott az lenni, hogy mindig, mintha bennmaradt volna a válfa, úgy néz ki a vállöv, így fölcsúszik szinte a nyakába a pácienseknek, a vállak előre esnek, és onnantól kezdve elkezd egyensúlyozni, hiszen ugye itt a tenzegritás elvéből kiindulva, ami hát legegyszerűbben úgy tudnám elmagyarázni, hogy elképzelsz egy függőhidat, amiben vannak csontok és izmok, tehát rugalmas elemek és fix elemek. Bármelyik elemét, ha megmozdítod ennek a függőhídnak, az egész el fog mozdulni. Az emberi testnél az izomegyensúly ugyanezen az alapon működik, és ugye azt az előbb említettem, hogy a nyelv kulcsfontosságú szerepet tölt be. Tehát a megfelelő nyelvpozíció segít abban,
hogy a lehető legkevesebb energiával tudjon működni a test, és minél inkább egyensúlyba kerüljön az izom. Amikor, okay, amikor hozzád kerülnek a páciensek, akkor mennyire fordul, ugye mondtad, hogy fogszabályzó szakorvosokkal is dolgozol, különféle gyakorlatokkal én úgy tudom, hogy rengeteget lehet segíteni a szakember munkáját, és az emberi arc az nyilván korai szakaszban kifejezetten nagyon, de később is formálható. Ezt mennyire tudod te befolyásolni? Én annyira tudom befolyásolni, hogy az anatómiai adottságokhoz kerül harmóniába például az arc. Uh-huh. Hát ugye itt a tüneteknél még leragadtunk a fogszabályozásnál, de azért az nagyon fontos elmondani, hogy nem csak fogszabályozós problémával keresnek minket meg, hanem tartós rekedtséggel például, ugye ez az úgynevezett diszfónia, uh-huh. nagyon sok gyereknél van megfigyelhető ez a jelenség, idősebb korban megfigyelhető ez a jelenség. Például előadók, akik sokat vannak színpadon, vagy sokat vannak emberek előtt, és beszélniük kell, ugye ez neked fontos, mert ugye logopédus vagy, tehát én tudom, hogy te nagyon figyelsz, de mennyire tipikus az, hogy ezek az emberek megkeresnek az, hogy állandó torokgyulladásuk van? Hát igazából szakember szokta küldeni hozzám ezeket az embereket, tehát úgy néz ki a sor, hogy ugye a mi szocializációnk alapján oda megyünk, ami fáj. Uh-huh. Tehát azt a szakembert keressük meg, a fáj a torkunk, gyakran elmegy a hangunk. Akkor megyünk a torkászhoz. Megyünk a torkászhoz. Ennek ugye a speciális ágazata a foniáter, aki kifejezetten a hangbetegségekkel foglalkozó fülorgégész, uh-huh. és legtöbbször a foniáter szokta küldeni hozzám ezeket a pácienseket. Uh-huh. És nem lepődnek meg ahol... Bocsánat, nem lepődnek meg azon, hogy ugye már mindent kipróbáltak, tehát nyilván minden gyulladás csökkentő eljáráson túl vannak, de hát ez csak tüneti kezelés, ez mindig visszajön, és akkor egyszer csak elküldik őket egy logopédushoz, aki hát itt a hierarchiában nem a legelő van valószínűleg, és onnan jön a segítség, és akkor ő mindenféle furmányos gyakorlatokkal fogja őket bombázni. Hát szoktak csodálkozni, azért én mindig el is szoktam mondani, hogy itt a komfortzónából fogunk mozogni, de minthogy a beszéd, a hangképzés is egy funkció, ugyanúgy, mint ahogy a nyelés, rágás vagy a légzés, ezért először a funkciót támogató rendszert kell rendbe rakni, és hogyha még mindig fönnáll a probléma, akkor lehet azt úgy tovább kezelni. Az mennyire tipikus, hogy amikor dolgozol páciensekkel, hogy azért abból indulnak ki, ugye van a genetika, meg az epigenetika, ugye ismerjük ezt a két vonalat, és hát abból indulnak ki, hogy már anya is pösze volt, vagy apának is ilyen a fejformája, és hát akkor ugye ilyen, ehhez képest még valamit lehet csinálni, és aztán jön a nagy meglepődés, hogy hát sokkal több van ebben a lehetőségben. Tehát, hogy az a gyerek, az nem csak, hogy fittebb, ha jól értem, akkor nem csak fittebb lehet, nem csak kevésbé fáradékony lehet ezek szerint, meg tud változni az arc formája ott esetben, és esetleg mondjuk ritkábban beteg. Uh-huh. Igen, hát azért azt tudni kell, hogy a gyerek az olyan, mint a tükör, tehát hogyha a közvetlen környezetben valaki nevezzük pöszének, akkor a gyerek azt fogja megtanulni, hisz neki az az első számú minta. Uh-huh. Ha szájlégző a környezet, akkor neki az lesz a normális. Uh-huh. Tehát amikor jönnek, hogy hát de mindenkinek ilyen nagy fekete karikák vannak a családban a szem alatt, igen, mert feltételezhetően mindenki szájlégző bizonyos mértékig, és ugye hát általában a szülőkre az a jellemző, hogy magukkal nem foglalkoznak, a gyerek. Uh-huh. Nagyon fontos tudni, hogy a gyereknek a szülő a minta. Tehát itt is előfordult nálunk, hogy a szülőt kezeltük, és utána a gyerek is sokkal jobb állapotba került. Uh-huh. Tehát ez egy kölcsönhatásos dolog, és egyébként például didaktikai szempontból ez egy érdekes újítás a mi rendszerünknek, tehát ennek a Baracsi módszernek, hogy hát itt bizony kicsit gonosz módon az egész családot bevonjuk, most jó értelembe véve a gonosz módot. Hát máshogy nem is lehet, nem? Hát, de a gyakorlat nem ezt mutatja. Tehát itt a gyereknek otthon be kell tanítani a gyakorlatokat,
videót kell róla készíteni, tehát folyamatosan egy ilyen visszacsatolás, motivációs rendszer, és onnan tudjuk, hogy kik azok a szülők, akik tényleg partnerek ebben, és nem a klasszikusnak gyakoroljunk akkor című eljárás szerint dolgoznak, hogy ők is változnak. Tehát látható rajtuk, és be is számolnak róla, hogy mit tudom én, kevésbé horkol, jobban alszik, már tud állni a konyhába, nem kell állandóan leülnie. Tehát ilyen kis élet apró örömei. Konkrét kérdés például, hogy ezzel a, tehát eleve azzal, hogy minden kiegyensúlyozottabb lesz a légzésétől, a testtartásától a nyelvig, akkor valószínűleg az alvása is, meg egyebek is elkezdenek rendeződni. A kérdés lényege az, hogy tanulmány eredmények tudnak-e változni ettől, és ugye maga a viselkedés zavaros esetek, azok mennyiben lesznek egy kicsit kezelhetőbbek? Nagyon izgalmas, mert hogy a motivációs rendszer része az, hogy mi pontozással is igyekszünk segíteni a gyerekek lelkesedését, és ott például van ilyen kérdés, hogy javultak-e a jegyeid. És így rendszeresen, tehát ugye a 10 alkalomból áll egy ilyen intenzív tréning, nagyon sokszor már a 4.-5. alkalom után jelzik, hogy jobban tud figyelni, jobban megy a tanulás, 5-öst írt. Vannak nagyon jó tanuló gyerekek is, csak ott meg azt szokták elmesélni, hogy kevesebb energiával tudja ugyanazt megtanulni, és kevesebb energiával ugyanazt a jó szintet hozza. Azért szerintem az sem mindegy. De a lényeg az, hogy ugye ez egy durván 3 hónapos edzőtábor, tehát a terminus végére szinte minden gyereknél van javulás a jegyekben. És egyébként, hogyha még mielőtt bárkiben felmerülne, hogy biztos vetítenek a fiatalok. Nem, tehát itt nincs értelme kamúzni, itt nagyon hamar kiderül, hogyha valaki mellé beszél, vagy vetít. Tehát általában ezek a valós változások és valós eredmények, és a magatartás viselkedésben, tehát ugye attól zsezseg valaki, mert állandóan keresi a stabilitást. Ha az a stabilitás elkezdi őt megtalálni, akkor nincs értelme zsezsegni. Akkor ugye megint ez az energia átcsoportosítás, tehát hogy nem az életben maradásra fordítom az energiát, hanem például figyelek, jé, de érdekes dolgot mondanak, hű, ezt vettem észre, azt vettem észre. Tehát egyrészt meg is tanulnak figyelni, ami egyébként, és megint nem a szülőket ostoroznám, de nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogy a gyereknek nincs is értelme, hogy figyeljen. Mert mindent kitalálnak neki, mindent odaadnak neki, hát akkor most mi a fenére figyeljen? Tehát azt is meg kell tanulni, hogy nekem van egy tudásom, vagy van egy képességem, ami változik, fejlődik, az attitűdöm is ahhoz képes tud alakulni, és nem szabad elfelejteni, hogy a felelősségvállalás és az autonómia, tehát hogy ez az én dolgom, ez az én projektem, ezt nekem kell csinálni, hogy ezzel tudjuk őket leginkább arra segíteni, vagy arra sarkalni, hogy utána úgy tudják alakítani a felnőtt életüket, hogy jól érezzék magukat a világban. Mi a helyzet a viselkedés zavarral? Ugye, hogyha itt elkezd jobban funkcionálni az emberi szervezet, akkor esetleg ez jobban hat erre is? Tehát ez már inkább a szülőktől jöhet vissza, vagy a tanároktól, hogy mondjuk kevesebb problémát okoz a gyerkőc. Ez mennyire jön vissza? Ez rendszeresen visszajelzés. Tehát többször, tehát ADHD-s gyerekünk is volt, ott is volt javulás. Hát itt ugye a hatástanulmányt igazából azért nem tudtuk még elkészíteni, mert hogy amikor valaki jobban lesz, akkor utána már nem nagyon van értelme visszajönni. De tervezzük egy ilyen hatástanulmánynak is az elkészítését, a viselkedés zavarra is, és a többi egyéb tünetre is. Általánosságban mondom, ezt tudom elmondani, hogy ahogy belül harmónia van, az látszik kívül is, és ez a viselkedésben ez mindig megjelenik. Most láthatóan te az egész dologról nagyon komplexen gondolkozol, mert mondtál itt tenzegritit meg, szóval nagyon sok minden szóba került. Mennyire, nem most, de mondjuk pár évvel ezelőtt, de akár most is, mennyire néznek rád furán a kollégák, hogy ez meg micsoda? Ez nagyon izgalmas, mert ugye ez egy hát több évtizedes hagyomány, hogy a logopédus úgy dolgozik, hogy leül a kis tükör elé, és akkor
tornáztad a nyelved, így csinálj, úgy csinálj, figyelj a füleddel, ezeket a rögzítő sorokat mond, azokat. Tehát, hogy egy több évtizedes rutint borítottam föl gyakorlatilag. A kollégák, hát egyébként tartottam már továbbképzést logopédusoknak is, az ELTE-n, a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanszéken, a logopédia szakcsoportnál szoktam tartani órákat is, mint külsős óraadó. És az az érdekes, hogy mint hogy ez az egész annyira logikus és annyira kézenfekvő, hogy először mindenki csodálkozik, és utána elfogadja, akkor utána kíváncsiak, hogy mik az eredmények. Tehát én általában azt szoktam mondani, hogy a páciensek közül nagyon sokan szívesen elmesélik a tapasztalataikat. Nálunk fotodokumentáció is van, ami ugye megint csak egy ilyen furamadárság. De úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ugye itt szokásokat is meg kell változtatni, tehát valamiért elromlott az, aminek optimálisnak kéne lennie, amiben nyilván én, mint egyén, közrejátszom. Ahhoz, hogy ezeket vissza tudjuk állítani, ahhoz sajnos tenni kell. Tehát azt szoktam mondani, hogy én nem akarhatom jobban, mint az, aki segítségért fordul hozzám. Én adok egy kulcsot, ott az ajtó, megmutatom, hogy elmondom, hogy kell beletenni a zárba, hajrá, ki lehet nyitni. Tehát nincs ilyen tabletta sajnos. Nincs, kézrátét. Tehát tenni kell érte, és az az érdekes, hogy ahogy elkezdi az ember megszokni ezt az újfajta rutint, akkor, tehát azt szokták mondani, hogy például egy idő után, tehát egy ilyen jó hónap 6-7 után már nem kényelmes ez az összegörnyedt állapot, már nem kényelmes az, ami régen a szokásrendszerben volt. Már, tehát mondom példa, hogy már tudok állni a konyhába, és tudok végig főzni. Uh-huh. Vagy föl tudok menni a lépcsőn úgy, hogy nem fulladok ki. Tehát ilyen kis apró dolgok változnak, és egyszer csak így összeáll egy általános változásba, és onnantól kezdve már nagyon nem lesz kényelmes az, ami a nem jó funkció. Uh-huh. Na most használsz egy csomó olyan eszközt, ami egyébként rengeteg edző eszköztárából sem hiányozhat. Tehát ha valaki bemegy hozzád, mondjuk egy edző, akkor szinte otthon érzi magát, nem? Mert hogy mesélj, hogy milyen eszközeid vannak. Most nyilván nem az eszköz gyógyít, csak azért, hogy az ember értse, hogy mikkel dolgozol még, tehát nem csak a tükörrel már. Ezt így meg tudom mutatni, hogy van egy ilyen termünk, most ott elbújtak a labdák, meg vannak hengereink is, de igazából a gyakorlatok állnak úgy össze, hogy nem csak a tested dolgozik, hanem a fejeden lévő nyílások is. Ez szokott általában a legtöbb meglepetést okoz, mert mikor azt mondom valakinek, hogy dobj nekem 3 cuppanós puszit, és akkor érkezik valami, és akkor rájövünk, hogy hú, hát ez nem is olyan egyszerű, tehát azért bele kell tenni egy kis melót, vagy hogy mit tudom én, csettints egyet, szuper, de a nyelveddel kéne. Tehát azzal, hogy ezt a orofaciális izomzatnak nevezett részt... Tudtam, hogy kimondod, éreztem, hogy ez jön. Nem tudom kikerülni sajra se szót, mert magyarul száj- és beszédszervi izmok. Világos. Amik egyébként a klasszikus gondolkodással ellentétben nem csak itt vannak, hanem legalább eddig tartanak. Ugye, és akkor nyelvcsonti izomzatról most nem is beszéltem, mert az akkor már megint egy új fejezet, de nagyon-nagyon lényeges. A testtartáshoz különösen nagy szerepe van, vagy a testtartással nagyon szorosan összefügg, illetve hát a hangadással is, a hangképzéssel is. Szóval amikor ezt az orofaciális izomzatot bekapcsolod egy fizikai teljesítmény végzéséhez, akkor valahogy az egész rendszer összeér. Tehát én egyébként azt várom, mint hogy sokan járnak hozzánk, olyanok is, akik edzőterembe járnak, vagy ilyen edzésvonalon dolgoznak. Én majd azt várom, amikor megyek az edzőterembe, és akkor hallom ezeket a ilyen hangokat, mert egyébként tényleg azt a visszajelzést kapom azoktól is, akik kifejezetten ilyen edzői vonalról jönnek, hogy sokkal rugalmasabban tudnak mozogni, sokkal több erőt tudnak koncentrálni, tehát a légzésüket abszolút támogatja.
Hát ezt tényszerűen tudjuk, bocsánat, ezt tényszerűen tudjuk, hogy a nyelv megfelelő pozíciója az egyébként akár 10%-kal is növeli a magszerű kifejtést. Hát igen, csak hogy lesz az a pozíció ott. Világos, világos. Ugye, ez a kérdés. És egyébként ez is logopédiai berkeken belül egy újítása, hogy én pozícionálom a nyelvet, mert hogy én mindent ezeknél az alapmozgásoknál mindent túlkompenzálok, mert ha túlkompenzálom, akkor utána simán visszatalál a helyére. Ha a szájamból majdnem kieső nyelvemet egy icipicikét följebb teszem, hogy a fogam mögé kerüljön, akkor nagyon könnyen vissza fog csúszni. Mm. Tehát egy túlkompenzáló, nagyon erős izommunkát kérek, és ugye említetted ezeket a membránokat. Na ezt akartam felhozni, hogy most már beszéljünk a membránokról. Mindjárt megkeresem a képet egy pillanat. Ez az öt membrán, ez egyébként az az öt terület a testeden, ahol az izmok nem hosszanti lefutásúak, hanem vízszintesek. Itt van. Na, akkor mindjárt osztom a képernyőt. Jaj, pillanat. Itt van. Szóval... Aha, megjött a biorobot. Itt van a biorobotunk. Ugye itt van az az öt membránnak, azért neveztem el membránnak őket, mert hogy ez egy ilyen rugalmas, tehát úgy kell kezdeni, mint a trambulinon a membrán, amin így tudsz ugrabugrálni. Tehát mindig alulról fölfele szoktunk végigmenni rajta, az alsó az a talpi membrán, nagyon-nagyon fontos a medencefenék izomzat, és azt nem győzöm elégszer elmondani, és sajnos teljesen mindegy, hogy valaki beszédvonallal, előadói vonallal foglalkozik, jógázik, erőedzést csinál, crossfittezik, vagy bármit. Ez a medence fenéki izomzat, ez a legtöbb esetben alul működik. Ezt leginkább ugye abból lehet látni, hogy előre billenő a medence, és olyankor aztán biztos, hogy nem tud aktívvá válni. És a helyzet az, hogy a légzés intenzitásához viszont, a kilégzéshez, erre a medencefenéki izomzatra szükség van. Tehát ez azért is nagyon fontos. Akkor a rekeszizom. Ugye erre szoktam csinálni egy olyan demonstrációt, mikor mindig szóba kerül a rekeszlégzés, hogy most, hogyha nézed ezt a képet, látod, ez itt eddig tart. Ha ez alulról nincs megtámogatva, akkor soha nem lesz olyan intenzív a kilégzés, mint ami ennek lenni kéne. És akkor utána következik a szájfenékizomzat, és az lágyszájpad. Tehát a lágyszájpad az egy nagyon izgalmas dolog, nagyon egyszerű csekkolni, hogy működik. Egyébként a leginkább énekléssel lehet edzeni. Tudom, hogy ez olyan mumus, de higgyétek el, hogy ez tényleg nagyon egyszerű edzésmód a lágyszájpadnak. Tehát, hogyha kinyitod a szádat, és csak annyit mondasz, hogy most nem látszik valószínűleg, mert nem tudtam szájon világítani magam, de fogod látni, hogy így emelkedik ott az a kis bőrlefegy. Ennek egyébként egy ilyen irányú mozgása van. Tehát itt jön az, hogy például, amikor szűk a felső fogíve valakinek, fogszabályzásnál, akkor egyrészt nagy valószínűséggel ez a lágyszájpadizom sem működik rendesen, és az hódziher, hogy a nyelve valahol itt a szájfenekén pihen. Uh-huh. Egyébként ez nagyon izgalmas, hogy mennyit változik ez alatt a 10 alkalom alatt például a harapás. Tehát többször azért szoktuk mindig javasolni, hogy vagy fogszabi előtt, vagy amikor már fönn van a fogszabályzó, vagy a végén jöjjenek hozzánk, mert ahogy elkezded dolgoztatni, ő megtalálja az állkapocs is a megfelelő helyzetét, kondicionáltá válnak az arcizmok, és egész egyszerűen az ideálishoz közelivé kezd alakulni belülről is a száj. Uh-huh, uh-huh. Ezek a kis izmok, ezek ebben mind közrejátszanak. Egyébként a legjobb biológiai fogszabályzó, azt tudod mi? A nyelved. Nyelv. Uh-huh. Igen. Amikor vissza, ugye mondta, hogy ti azok közé tartoztok, vagy azok vagytok, akik csinálnak előtte-utána fotót. Tehát nyilván az a között nagy a különbség, mert mondod, hogy 12 hetes a program, nyilván alkalomra ritkábban látod, inkább érzed a különbséget, hangzásban, stb. De a vége az azért, én láttam ilyen előtte-utána fotókat, azért mondom ezt, hogy ez ami nagyon inspirál. Tehát amikor látsz egy ilyet
előtte, utána, azért az még néha téged is meglep? Igen, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy igen, tehát nagyon fura, hát most már, hát most nem akarok rossz számot mondani, de ilyen 1500 körüli a páciens szám, akikkel dolgoztunk, ugye vegyesen gyerekek, felnőttek, és az a furcsa benne, hogy én a mai napig ugyanúgy örülök neki, mikor látom a fotón a változást, látom azt a hatást, amikor az illető szembesül, hogy úristen, ez egy új ember, ez nem is én vagyok, mennyit változtam, nem is tudtam, hogy ennyire más az, amikor én jól vagyok. És egy csomószor van az, hogy így szinte, hogy kiráz a hideg szinte, mikor mesélik, hogy képzeld, mértem éjszaka, nem horkoltam, most már azt mutatja a műszer, nem csikorgatom a fogam, képzeld, álmodok szépeket, képzeld, máshogy eszem, elkezdtem koncertre járni, vagy éneklek a gyerekkel. Tehát egy csomó ilyen kis apró öröm az, amivel az ember találkozik ezeknek a kezeléseknek a végén. És nagyon sok olyan páciens van, aki így vissza-vissza jár, hogy egyrészt jól is érzi magát, meg egy picit még mutassak valamit, meg picit még igazítsunk, meg nézzem meg, hogy most jól csinálja. Szóval az érdekes, hogy mindig azon szoktunk nevetni, hogy a gyerekek, mikor jönnek ide, csoportba, hát tudod, a gyerekek azért annyira nem szeretnek terápiára járni. Most nálunk az szokott lenni a tréning végén a probléma, menjetek már, mert a következő csapat is érkezik, és nem tudnak beférni. Tehát ez is egy ilyen kellemes érzés, egy jó visszajelzés, hogy szívesen járnak ide, és egyébként csináltunk olyan kísérletet is, hogy hagyományos terápián részt vett gyerek, hogy dolgozik úgy, amikor mi dolgozunk vele, és az a terapeuta, aki ugye a hagyományos terápiát is csinálta, azt mondta, hogy ő maga se hiszi el, hogy ez a gyerek ilyeneket tud. És hát ezek... van arra példa, hogy mondjuk érsékoló keresett meg? Bocsánat. Tehát van arra példa, hogy érsportoló keresett meg? Élsportoló nem, de például országos versenytáncbajnok. Hát az már azért közelít az élsportolóhoz, amilyen hát melózat a dolog, az szerintem igen. Egyébként sportolókkal azért szeretek dolgozni, mert ott azért azzal, hogy kötelességtudat nem annyira szokott gond lenni, de például ez a versenytáncos fiatalember is, tehát olyan aranyos volt, mindig így mondta, hogy hú, most ő ezt tapasztalta, ezt vette észre. Tehát én nagyon sokszor nem mondom el, hogy most mi miért történik, mert hiszek abban, hogy úgy lehet tanulni, hogy egyrészt hagynak hibázni, másrészt, hogy te is tehetsz felfedezéseket, felismeréseket. Jó, mondjuk ebből a szempontból a tornász és a táncos az egy másik állatfajta, mert ők azért rendkívüli módon tudják analizálni a saját testüket és visszajavítani, szóval ők azért teljesen máshogy néz ki, mint mondjuk valószínűleg egy labdasportoló, nem megbántva már bárki, de ha most éppen most egy élsportoló ezt nézi, akkor én azt mondanám, hogy ha még hiányzik egy-két lefaragni való másodperc, vagy egy-két felemelni való kiló ahhoz, hogy rekordok legyenek, én adnék ennek egy lehetőséget, mert annyira komplexen történik a kezelése, ha máshogy nem, megtanul okosabban nyilatkozni. Az is biztos, igen. Logopédusnál, de hogy mindenképpen izgalmas tud ez lenni, azt gondolom, hiszen ugye egyszerre foglalkozol az alvással, a légzéssel, a testtartással, és hát minden, ami ebből következik. És egyébként még egy érdekes dolog van, ezt ugyan nem szoktam így reklámozni, mert ugye nem ez a fő csapás. Én reklámoztam, most én voltam a reklámozó. De például, hogyha csak arra gondolunk, hogy épp testben, épp lélek, amit nagyon-nagyon régen találtak ki, itt egyébként ez nagyon-nagyon látványosan manifesztálódik, tehát a lelki állapot, a világ és én, az én helyzetem, az engem érő stresszekre való válaszreakciók sokkal könnyebben kezelhetővé válnak a legtöbb esetben, legyen szó gyerekről vagy felnőttről. Tehát például, ugye ez is azt igazolja, tehát csomó mindent már kitaláltak régen, ezeket mi csak újra felfedezzük, de így ilyen 21. századi emberként szerintem nem árt ezeket az apróságokat megtapasztalni ahhoz, hogy tényleg olyan jól érezzük magunkat a világban. Ez szerintem végszónak is szuper, úgyhogy én itt le is zárnám, mert ez egy jó végszó. Gabi, én köszönöm szépen
az időt, amit ránk szántál. Szerintem baromi izgalmas, amit csinálsz. Köszönöm szépen. Meg én tudom, hogy te ezt nagyon szereted csinálni, szóval te pezsegsz szó szerint. Úgyhogy így tovább, meg sok sikert ahhoz, hogy ez a DeepMind nevű rendszer, ez azért sokkal több helyen legyen elérhető. És hát a jó hír az, hogyha egy kicsit lehet icsekedni, hogy ezt a logopédia tanszéken most már írásos formában is fogják oktatni, tehát már nem csak vendégelőadóként jelenik meg ez a rendszer, vagy ez a fajta szemlélet, hanem bekerül a tankönyvbe is, ami szerintem egy óriási dolog, mert tényleg az a jövő, hogy úgy tudjunk segíteni az embereken, hogy az alapoknál kezdjük, és utána lehet cizellálni a dolgokat. Köszönöm szépen, megvan a végszó. Köszönöm. Köszönöm. Szia. Na jó volt ez, így követhető volt?